Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás, ahol feltesszük a három fontos kérdést. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem például ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam jóslásonként 4000 forint, védikus asztrológiával együtt 10000 forint. És most rátérnék arra, hogy mit mutatnak a kártyák. Először megnézzük, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Az középen látható, mégpedig itt felül és alul. Ez a torony azt jelenti számára, hogy ő úgy gondolja, most minden összeomlik. De lesznek változások, hiszen a gólyák jelentik a változásokat. A torony lehet egy hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy is, és ott is lesznek majd ezek a változások, más irányba mennek a dolgok. Az ő érzelmeit bal oldalon itt látjuk. A hegy jelenthet egy hegyvidéket is. Például, hogy útban van a hegyekben. De ha itt megjelenik a torony, amikor minden úgy összeomlik, és itt van a korbács, a viták, a veszekedések, ebben az esetben a hegy nem hegyvidékre utal, hanem problémákra. És itt látható a vita, a veszekedés, a nézeteltérés, és az utak jelentik az ő döntéseit. Mégpedig, hogy más útban akar haladni. És itt a gólyák is jelzik ezeket a változásokat. Mit fog tenni, az itt látható. Itt megjelenik ez a férfi, ő figyeli az eseményeket, döntéseket hoz, útban van hozzád. Itt megjelenik a nyilvánosság, vagy lesz egy találkozás a nyilvánosságon, vagy mindaz, ami eddig bosszantotta őt, kiderül. Kiderül az igazság. És itt látható a hamisság. Valaki állarcot visel, de most mindez kiderül. Hogy ki ez a személy, hogy mi történt a múltban, esetleg becsapta őt, mindenről beszámol neked. És most megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. Itt a kulcs jelenti az ő magabiztonságát, azon kívül a cselekvéseket, hiszen a kulccsal lezárja a nézeteltéréseket, a problémákat. Egy időben kinyílik egy új ajtó számotokra, hiszen útban van hozzád. Itt a ház. Lehet egy látogatás, vagy egy meghívás. De azt is jelentheti ez a ház, hogy lesz egy költözködés, mert a ház mellett itt vannak a változások. Előfordulhat az is, hogy vállófélben van, és a torony jelenti a bírósági ügyet, elköltözik, és tervezi veled a jövőt, egy közös életutat, esetleg egy közös otthon kiépítését. A könyvek jelenthetik a tudását, vagy egy továbbképzést, itt vannak még akadályok. Persze a hegy jelenti az időt is, a téli hónapokat, hogy a télen tervez egy továbbképzést. A könyv azt is jelentheti, hogy eddig eltitkolta előled ezeket a problémákat, de most változik a helyzet, nyitottan beszél erről.
Kisüt a nap, megvilágítja az élet utat, tisztán lát bizonyos dolgokat. Lehet, hogy eddig megbízott ebben a hamis személyben, de most rájött arra, hogy becsapták őt. A nap jelenti a vonzalmat, a kisugárzást, a vonzalmat kettőtök között, azon kívül ő látni akar téged. Itt még megjelenik a felhő, hogy nem látja át tisztán azokat a dolgokat, hogy miért vitázik vele ez a személy, valószínű egy nő. Minden olyan átláthatatlannak tűnt eddig, vagy jelenleg is, de ő lezárja ezeket a témákat, nem foglalkozik vele, és más úton fog haladni, ahol kisüt a nap. Itt megjelentek a nyilvánosságon, itt van a virágcsokor, jelenti a szépségedet, vagy azt, hogy megajándékoz téged. A kasszával lezár valamit, ez tényleg utalhat arra, hogy vállófélben van, vagy a kassa jelentheti azt is, hogy lesznek olyan dolgok, amire nem számítottál, ami olyan hirtelen történik, egy meglepetés. Itt a torony újra megjelenik, ugyanúgy, mint itt, és jelenthet egy hivatalos dolgot, egy bírósági ügyet, és ott van a hamisság. Az ő jelenlegi helyzete, itt újra a nyilvánosság jelenik meg, fontos számára, hogy kiderüljön az igazság, kiderüljön a nyilvánosságon. Azt is jelenti a kép, hogy találkoztok a nyilvánosságon, felvállalt téged a nyilvánosságon, vagy megvan ez a fellépése, és elvárja azt, hogy mások észrevegyék őt. A te jelenlegi helyzeted. Itt a kereszt jelenti az a hitedet, a spirituális területet, egy találkozást, amikor a sors utatok kereszteződik, ugyanúgy, mint itt, és itt lesznek változások is, hiszen elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba lesznek fontos döntések, a kép azt is jelenti, hogy útban van hozzád. És ez volt az általános szerelmi jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, és jelentkeznél a csatornámra, köszönöm szépen, és én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!